Sziasztok, Vivi vagyok, és sok szeretettel üdvözöllek titeket a csatornámon. Jelenleg éppen a müncheni repülőtéren vagyok, és hogyha kérdeznétek, hogy miért vagyok a müncheni repülőtéren, és erről nektek miért kell tudni, hát azért, mert éppen Lisszabonba utazom, és már egy korábbi videóban említettem, hogyha megyek Lisszabonba most márciusban, akkor azt mindenféleképpen meg szeretném majd örökíteni egy vlog formájában. De mielőtt még azt hinnétek, hogy az egész az utazásról fog szólni, ez nem így lesz, ugyanis könyvet is hoztam magammal. A The American Roommate Experiment című könyvet fogom olvasni most így a portugál utazásunk során. Ez a könyv már megjelent, vagy most fog megjelenni magyar nyelven is, az amerikai Szobatárs kísérlet címen. Ez Elena Armasnak a második könyve, az ő nevét a Spanyol szerelmi átverés című könyv miatt ismerhetitek, hogyha olvastátok már azt a könyvet. Szóval ebben a videóban részben a lisszaboni kalandjainkról lesz szó, részben pedig erről a könyvről. Úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor tartsatok velem! Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Most ezt a finomságot fogjuk megenni. Vagyis hát nem tudom, hogy finomsága, mert még nem ettem ilyet, de állítólag finom. Na jó, ez nagyon finom. Hát nagyon-nagyon finom. Ilyet minden nap fogunk enni, ugye? Tegnap megérkeztünk Lisszabonba, már láthattatok erről egy pár kis videófelvételt, viszont nem tudtam még tegnap sokat videózni, mert mire elindultunk a szállásról, addigra már elég sötét volt, láthattátok is a videókban, hogy igazából már konkrétan korom sötét volt, amikor a városban sétáltunk, de azért pár felvételt szerettem volna mégiscsak készíteni. Azt is láthattátok, hogy ettünk pastéi zsenátát, ami nagyon-nagyon finom volt, úgyhogy lehet, hogy arról minden egyes nap készíteni fogok majd videót, annyira finom volt. Amúgy ez egy ilyen leveles tésztás sütemény, aminek ilyen vanília pudingszerűség van a közepében, és mi megszórtuk még fahéjjal is, és nagyon finom volt. Úgyhogy már csak azért is megérte eljönni. Viszont a könyv, amit olvasok, arról még nem esett szó, ugyanis, ahogy mondtam, Elena Armas könyvét hoztam magammal az útra. Egyelőre a 67. oldalig jutottam el, ami nem kifejezetten túl sok, de mint ahogy már mondtam korábban, én egy viszonylag lassú olvasó vagyok, úgyhogy ahhoz képest szerintem egész sokáig eljutottam már a könyvben. És hát még nem beszéltem arról, hogy miről is szól maga a történet, úgyhogy most arról ejtenék egy pár szót. Elena Armasnak már olvastam egy könyvét, a Spanyol szerelmi átverést, azt is angolul olvastam, azt tavaly olvastam a barcelonai nyaralásunkkor, úgyhogy úgy tűnik Elena Armas könyve, ilyen nyaralós könyvek nekem. És ennek a könyvnek a főszereplője az a lány, aki már a Spanyol szerelmi átverésben is megjelent, Rosy Linának, annak a könyvnek a főszereplőjének a legjobb barátnője, illetve kolléganője. És ebben a kötetben az egész sztori igazából Rosy köré épül, ahogy mondtam, ő a női főszereplő, a férfi
A férfi főszereplő pedig Lucas, aki Linának az unokatestvére. Én igazából úgy vágtam bele ebbe a könyvbe, hogy nem tudtam, hogy miről szól maga a történet, mert nekem bőven elég volt annyi, hogy Elena Armas írta, és Rosie a könyv főszereplője. Úgyhogy ennyi az össze, amit én akkor tudtam róla. Most már nyilván van egy kicsit több tudásom a történettel kapcsolatban. Az egész sztori azzal indul, hogy Rosie abban a lakásban, ahol lakik, hát ki kell onnan költöznie, mert a mennyezet egy része leszakad a lakásnak, és nyilván nem tud így ott tovább lakni, úgyhogy mivel Lina és Aaron éppen a nászútjukon vannak Peruban, ezért Rosie úgy dönt, hogy beköltözik addig Linának a lakásába, ami üresen áll, hogy amíg meg nem oldódik az ő lakásában a mennyezet helyzet, addig legalább legyen hol laknia. Viszont arról nem tud, hogy Lina mindeközben megbeszélte Lucasszal, az unokatestvérével, hogy Lucas ott töltött egy pár hetet Lina lakásán, amíg az államokban utazgat. Úgyhogy az egész egy ilyen vicces helyzettel indul, hogy se Lucas nem tudja, hogy Rosie ott lesz, illetve Rosie sem tudja, hogy Lucas érkezik a lakásba, és ahogy mondtam, ebből egy ilyen vicces helyzet kerekedik ki, és ez tök jól megadja amúgy az egész könyvnek a hangulatát, és én nagyon jókat mosolyogtam rajta. Lehet, hogy valaki meg tudja mondani, hogy mosolyogtam-e a könyvön, vagy sem, de úgy tűnik nem tudja megmondani, mert nem figyelt rám a könyvolvasása közben. Szóval ők lesznek az amerikai szobatárs kísérletnek a főszereplői, ugyanis minden valószínűséggel valahogyan szobatársak lesznek, vagy hát lakótársak, mert úgy kell elképzelni Linának a lakását, hogy lényegében ez egy egyterű, kicsi stúdió apartman, szóval hát nem kifejezetten arra szánták, hogy két egymás számára ismeretlen ember lakjon benne, de biztos vagyok benne, hogy Rosie és Lucas valahogy meg fogják oldani. Amúgy, ami még Rosie szempontjából fontos lesz, de egyelőre még erről nem sok minden derült ki. Annál a cégnél dolgozott, ahol Lina viszont felmondott, mert írt egy könyvet, ami annyira sikeres lett, hogy most éppen a második könyvén dolgozik, viszont jelenleg egy ilyen írói válságban van, és szerintem ebből az írói válságból majd valahogyan Lucas segít neki kijönni. Szóval egyelőre ennyit tudok a könyvről, azt már biztosan kijelenthetem így a 67. oldal után, hogy nekem egy hajszálnyival jobban tetszik már most, mint a spanyol szerelmi átverés, remélem, hogy így is fog maradni. És ennek az egyik oka az az, hogy ebben mind a két főszereplőnek a szemszögéből láthatjuk az eseményeket, ugyanis vannak fejezetek, amik Rosie fejezetei, de van egy-egy olyan fejezet, ami kifejezetten Lucas szemszögéből mutatja be a történéseket, ami nekem nagyon tetszik, és úgy rémlik, hogy Elena Armas előző könyvében ez nem így volt. Szóval most indulunk tovább, és hát felfedezzük a várost, a könyvről pedig majd mesélek, ahogyan haladok vele. Sajnálatos módon technikai problémák miatt ezt a videót sokkal később fogom tudni kitenni a csatornára, mint ahogy szerettem volna, illetve a hangot is úgy kell a videó alá mondanom, az eredeti hangot sajnos nem tudom használni, de se baj, remélem, hogy így is jó lesz ez a videó. Ahogy láthatjátok, itt már elindultunk, és az első hely, ahova mentünk, az a csodaszép épület volt ott velem szemben, a Livreria Bertrand, ami a világ legrégebb óta nyitva lévő könyvesboltja. A Livraria Bertrandnak 59 fióküzlete van Portugáliában országszerte, és ez az üzlet, amit mi itt meglátogattunk, volt a legelső, ami megnyitott 1732-ben. Ahogy beléptünk a könyvesboltba, rögtön azokat a könyveket találtam itt, amik sikerlistás könyvek, vagy pedig újonnan megjelent könyvek, és aztán a következő helyiségben voltak az angol nyelvű könyvek, illetve nem csak az angol nyelvűek, hanem mindenféle idegen nyelvű könyvek, de elsősorban angol nyelvű könyveket találtam itt. De nyilván voltak például spanyol, de még német nyelvű könyvek is. A többi helyiségben műfajok szerint voltak külön szedve a könyvek, tehát például volt egy olyan szoba, ahol kifejezetten csak a portugál nyelvű gyerekkönyvek voltak.
Én a legtöbb időmet itt az idegen nyelvű könyvek között töltöttem, ugyanis egy kis listával jöttem ide a könyvesboltba, szerettem volna a listáról legalább egy könyvet megvenni itt ebben a boltban, viszont sajnos egyiket sem találtam meg, de ne aggódjatok, így sem tértem haza üres kézzel, ugyanis végül úgy döntöttem, hogy Taylor Jenkins Reid Daisy Jones and the Six című könyvét veszem meg. Ami nekem nagyon tetszik ebben a könyvesboltban az az, hogy ha veszel itt egy könyvet, akkor a pénztárnál kérheted, hogy nyomjanak bele egy pecsétet. Ez a pecsét lehet portugál vagy angol nyelvű, attól függően, hogy melyiket választod. És a pecsét azt mondja, hogy ezt a könyvet te a Livreria Bertrandban vetted, ami a világ legrégebb óta nyitva lévő könyvesboltja. Én előző évben már kaptam ebből a könyvesboltból egy könyvet, ugyanis a párom járt tavaly Lisszabonban, és betért ebbe a könyvesboltba, hogy vegyen nekem egy könyvet. Ő akkor a könyvbe az angol nyelvű pecsétet kérte, én most a Taylor Jenkins Reid könyvbe így a portugál nyelvű pecsétet kértem, ezekről majd be is szúrok nektek ide egy-egy képet. Erről nem készítettem videót, de ami rögtön szembetűnő volt számomra itt a könyvesboltban az az, hogy tele volt Colleen Hoover könyvekkel, szóval valószínűleg itt is nagyon népszerű az írónő. A könyvesboltból a Mercado de Ribeira-ba mentünk, azaz a Time Out Marketba, ami egy piac, egy nagyon híres piac Lisszabonban. Igazából az egyik fele tényleg piacként is működik, tehát mindenféle zöldséget, illetve gyümölcsöt lehet ott venni. A másik felében viszont éttermek vannak. Mi egyik étterembe sem ültünk be, illetve egyiket sem próbáltuk ki, ugyanis állandóan nagyon sokan vannak, és tele az összes asztal, viszont azért egy kis pastéis de nátát itt is ettünk, illetve kipróbáltuk a capilét, ami egy nagyon édes, alkoholmentes ital, ami annak ellenére, hogy borzasztó édes, szerintem finom volt, bár én nagyon sokat nem tudnék belőle inni. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What is getting deep now, follow me around, yeah. Can you let me down, please don't let me down, yeah, 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 yeah. Baby, let me down, can you let me down, please don't let me down. És meg is érkeztünk a következő állomásunkhoz, a Belém-toronyhoz, ami egy 16. századi erőd. Ezt 1515 és 1521 között építette első Manuel portugál király a portugál késő gótika későbbről elnevezett stílusában, a Manuel stílusban Vasco da Gama felfedező útjának emlékére. Ez az erőd dúsan faragott erkélyekkel, tornyocskákkal, a templomosok keresztjeit hordozó címerpajzsokkal a főváros egyik kerületében, Belémben található. Amúgy 1983-ban a közeli Szentjáromos kolostorral együtt a világörökség részévé nyilvánították. Ahogy látjátok, nem csak kívülről néztük meg, hanem be is mentünk, sőt egészen felmentünk a torony tetejére is, ott az erkélyen ki lehetett állni, és körbe lehetett nézni, rá lehetett látni az öbörre, ami amúgy nagyon szép volt, viszont mivel én is és a barátom is tériszonyosok vagyunk, ezért ott fent az erkélyben már egy kicsit bizonytalanul éreztük magunkat, de amúgy mindenféleképpen egy csodálatos élmény volt ez.
Nagyon sajnálom, hogy az eredeti hangot nem sikerült megtartanom, ugyanis láthatjátok is, hogy itt hegedűn játszott ez a férfi, és így nagyon hangulatos volt itt nézelődni közben, pedig a hegedű szót hallgatni, de hát ez van. Itt még egy kicsit mászkáltunk, nézelődtünk, élveztük a viszonylag jó időt, illetve egy pár felvételt készítettem a könyvemről is. Nyilván olvasni nem tudtam, de egy kis videót, illetve képet készítettem róla. Illetve ittunk még egy kis alkoholmentes, ilyen ananászlészerűséget, aztán mentünk vissza a hotelbe, mert este foci meccsre mentünk. Láthatjátok, meg is érkeztünk a meccsre. Portugália játszottam úgy Liechtenstein ellen. A barátom nagy Ronaldo rajongó, úgyhogy emiatt is el kellett jönnünk erre a meccsre mindenféleképpen. Itt még egyelőre csak a bemelegítést tartott, úgyhogy a barátom a bemelegítést vette fel, én pedig pattogatott kukoricát ettem, ami borzasztó édes volt, és annyira nem nyerte el nekem a tetszésemet, de se baj. Amúgy elárulom, hogyha nem tudjátok, a meccsnek végül a győztese Portugália lett, és Ronaldo is rúgott 2 gólt, úgyhogy a barátom nagyon örült. Itt azt próbáltam megmutatni, hogy minden szék mellé tettek ki egy portugál zászlót, amit aztán a nézők a meccs ideje alatt mindenki a sajátját nagyon erőteljesen lengette, főleg akkor, hogyha portugál gól született. Amúgy nem vagyok különösebben nagy focirajongó, sőt egyáltalán nem mondanám magam focirajongónak. Egész egyszerűen csak, hogyha úgy adódik, szeretek elmenni a barátommal ezekre a foci meccsekre, főleg azért, mert most már sokkal jobban értem a szabályokat, mint mondjuk jó pár évvel ezelőtt értettem. Szóval így egy kicsit nagyobb élmény is ott lenni. És itt lenne az a pillanat, amikor lengetik a zászlókat a nézők. Ezt gondoltam, hogy megmutatom nektek itt egy kis videóban. És akkor a fociból meg a meccsből ennyi elég is volt végül, ahogy láthatjátok, 4-0 lett a végeredmény, Portugália nyerte meg a meccset, és ezzel az első napunk véget is ért. Új napra virrattunk, tegnap elmentünk megnézni a Belém-tornyot, illetve sétáltunk egy kicsit a városban, aztán este pedig meccsre mentünk, foci meccsre, ahogy láthattátok a kis videókat róla. Portugália-Liechtenstein meccs volt, ebéselejtező, nyert végül Portugália 4-0-ra, és volt szerencsénk 2 gólt látni Cristiano Ronaldo-tól is, úgyhogy hát már megérte eljönni, mert az egyik oka, ami annak, hogy jöttünk, az ez a foci meccs volt, és sőt, igazából ez volt a fő oka annak, hogy pont most jöttünk Portugáliába. Ma pedig megyünk be szintén megint a városba egy ilyen liftet megnézni, mármint, hogy felmegyünk egy ilyen lifttel egy kilátóra, amin be lehet látni majdnem az egész várost, aztán elmegyünk a Csempe Múzeumba. Aztán később szeretnénk majd elmenni egy parkba, azt hiszem az egy park, a Marques de Pombal, ami viszonylag magasan van, és onnan is elég jól be lehet látni a várost, illetve az óceánra, illetve az öbölre is rá lehet látni. Illetve még van egy könyvesbolt, amit meg akarok nézni, amit tegnap láttunk, mert bementünk a legrégebbi könyvesboltba, és hát onnan is készítettem felvételeket, viszont amikor onnan mentünk el és sétáltunk a városban, akkor láttunk még egy könyvesboltot, viszont oda már nem mentünk be, hogy minél hamarabb odaérjünk a Belém toronyhoz, mert az azért egy eléggé hosszadalmas út volt eljutnunk oda, úgyhogy azt beszéltük meg, hogy még ma visszamegyünk abba a könyvesboltba, úgyhogy az is a mai tervek között szerepel, holnap pedig már megyünk haza, szóval ez egy ilyen viszonylag rövid kirándulás, meg rövid vlog lesz. Hát a könyvvel nem sokat haladtam, egy fejezettel olvastam többet, mint ahol tegnap jártam, szóval sokat még nem tudok róla mesélni, de én még most is azt mondom, hogy én nekem eddig jobban tetszik ez a könyv, egy nagyon picit, mint a Spanyol szerelmi átverés. Én nekem azzal a könyvvel emlékszem, hogy hosszú ideig az volt az egyik nagy problémám, hogy nem igazán éreztem, hogy mozogna bárhova is a történet, főleg, hogy ugye
Spanyol szerelmi átverés a címe a könyvnek, és nagyon lassan éreztem azt, hogy eljutnánk New Yorkból Spanyolországba. Itt viszont azt érzem, hogy sokkal gyorsabban alakul a cselekmény, illetve sokkal kellemesebb a hangulat a két főszereplő között, mert itt nem egy ilyen utálatból szerelem jellegű dologról van szó, hanem hát nem is tudom, hogy ezt minek mondjam majd. Lehet, hogy ez inkább a barátokból szerelmesek jellegű tróphoz hasonlítható, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, mert igazából nem barátok, nem ismerik egymást, vagyis hát a Rózi ismeri Lukászt, hallott már róla, de nem úgy ismerik egymást, hogy tudnának bármit is igazából egymás életéről. Szóval nem tudom, hogy pontosan ez milyen kategóriába sorolható a szerelmes romantikus könyvek körében, de én nekem tényleg egy kicsit jobban tetszik ez még egyelőre, mondom így az első 6-7 fejezet után. Azt érzem, hogy egy kicsit jobb, mint a spanyol szerelmi átverés, de aztán majd kiderül, hogy ezzel egyetértek-e majd a könyv végén is. Azt észrevettem, hogy nagyon sokan hasonlítják össze ugye a két férfi főszereplőt, Érent és Lukászt. Érent volt ugye a spanyol szerelmi átverésben a férfi főszereplő Linának az ős ellensége, aztán pedig legnagyobb szerelme és férje. És mindenki Team Érent, mindenki azt mondja, hogy Érent mennyivel szimpatikusabb hapsi, meg mennyivel... Hát, hogy mindenkinek nagyon közel áll Éren a szívéhez. Én is szerettem az ő karakterét, de azt érzem, hogy az én szívemhez Lukász az első 7 fejezet után ebből a könyvből egy kicsit közelebb áll, mint Éren. De hát mondom, majd kiderül, hogy tényleg ez a könyv jobban tetszik-e nekem a szereplőivel együtt, mint a másik Elena Armas könyv. Remélem, hogy... ez hamar kiderül majd, és minél hamarabb sikerül majd befejeznem a könyvet. Azt nem garantálom, hogy ma nagyon sokat fogok tudni olvasni, de mindenféleképpen este, ha visszaírom, még fogok olvasni. Ez lenne a Santa Justa felvonó, amin fel akartunk menni, és körbe akartunk volna nézni, arról tök szépen rá lehet látni a városra, viszont annyian voltak, hogy ezt végül kihagytuk, hogy a napunk többi programjára biztosan legyen időnk. A barátom szerette volna kipróbálni a bakalaut, ami tőkehal, ez egy ilyen tőkehalas tészta, amit ettünk. A tésztában volt sajt, a tőkehalon kívül, illetve azt hiszem talán krumpli is, így álltak össze ezek a kis gombócok, ahogy kisütötték őket. Én igazából vegetáriánus vagyok, szóval normál esetben nem eszem halat sem, de az utazás kedvéért azt gondoltam, hogy ezt most kipróbálom. Nem volt rossz, sőt igazából egészen finom is volt, de nekem túlzottan erőteljes volt az íze, és emiatt eléggé eltelített, úgyhogy ebből szerintem egy ilyen gombócnál többet nem igazán lehet enni egyszerre. Aztán végül meg is érkeztünk a napunk utolsó előtti állomásához, a Csempe Múzeumba, ahol csodálatos csempékből álló kézzel festett képeket láthattunk, illetve átfogó képet kaphattunk erről az egész művészeti ágról. Amúgy még ami a múzeumnak a különlegessége lehet, az az, hogy a Manuel stílusú Madre de Deus kolostor és templomban található, és amúgy van egy csodálatos belső kertje is.
Mi a kávézónak a kertjébe ültünk ki, mert miután körbejártuk a múzeumot, azt gondoltuk, hogy jó lenne inni egy kávét, és a múzeum kávézójából ki lehetett menni egy kis kertbe, ahol amúgy volt egy kis tavacska is, amiben volt egyetlen egy szem teknős, illetve amúgy a múzeumnak van egy boltja is, ahol mindenféle szuveníreket lehet venni. Nagyon szép volt ez a múzeum, én ajánlom nektek, hogyha Lisszabonban jártok, hogy ide mindenféleképpen látogassatok el, mert számomra ez mindenféleképpen hatalmas élmény volt. Még valami, amit szerettem volna mondani, az az, hogy ha esetleg Lisszabonban jártok, de úgy, ahogy mi, és csak pár napra mennétek, akkor mindenféleképpen ajánlom nektek, hogy vegyétek meg a Lisszabon kártyát, amit szerintem, ha jól rémlik, mi is neten vettünk meg, és a reptéren tudtuk átvenni. Ez a Lisszabon kártya igazából érvényes a nyilvános tömegközlekedési eszközökön, a 28-as villamost is beleértve, illetve több múzeumba is, illetve több látványossághoz is ingyenes belépésre jogosít. Plusz még kedvezményeket is lehet vele kapni éttermekben, illetve egyes üzletekben. Mi például a Belém toronyba is ezzel a kártyával mentünk fel, a Csempe múzeumba is ezzel a kártyával tudtunk bemenni, illetve hogyha a Szent Eusztá felvonóra lett volna időnk, akkor oda is ezzel a kártyával tudtunk volna felmenni, de még rengeteg más múzeumot meg lehet látogatni ezzel a kártyával ingyenesen, illetve ha jól tudom, bár ebben nem vagyok 100%-ig biztos, akkor a Szintrába és Keskesba tartó vonatra is lehet használni utazáshoz ezt a kártyát. Itt az előző képsorokban amúgy a Márkes de Pombálon jártunk, ami közel volt a mi hotelünkhöz. Ez egy park, ez is nagyon szép volt, és nagyon szép időnk is volt, úgyhogy ez egy szép zárása volt itt a napunknak, illetve az egész portugál kis kiruccanásunknak. Igazából ez a napunk nagyjából itt véget is ért, innen már csak a hotelbe mentünk vissza, összepakoltunk, és készültünk arra, hogy másnap utazzunk haza. Összességében szerintem nyilatkozhatok a barátom nevében is, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Mind a kettőnknek nagyon tetszett Lisszabon, és egész biztos vagyok benne, hogy még vissza fogunk ide menni egyszer. A könyvet végül nem sikerült befejeznem az utazás során, hanem már csak akkor, amikor hazaérkeztünk, úgyhogy a következő képsorokban a könyvről fogtok többet hallani. Visszatértünk Lisszabonból, igazából csak 3 napot töltöttünk ott, szóval tényleg ez csak egy ilyen kis kiruccanás volt, de így is megpróbáltunk azért a lehető legtöbb mindent megnézni, meg a lehető legtöbb programot besűríteni ebbe a kis kirándulásba. Az már biztos, hogy Lisszabonba, meg ugye egyáltalán Portugáliába még vissza fogunk térni, mert nagyon tetszett nekünk, nagyon hangulatos hely, és nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy ilyen formában Portugália még mindig fennmaradt a bakancs listánkon. És hát azt nagyon remélem, hogy valamelyest azért vissza tudtam adni a hangulatot ezzel a videóval. Még biztosan van mit gyakorolnom, de azért remélem, hogy tetszett nektek ez a része a videónak, a kirándulós része. Viszont még nem szeretném befejezni most a videót, ugyanis ugye elkezdtem olvasni egy könyvet az utazás során, Elena Armas könyvét, a The American Roommate Experiment című könyvet, amivel kapcsolatban végül is rájöttem, hogy még nem jelent meg magyar nyelven, hanem április 15-én vagy 16-án fog megjelenni az Amerikai Szobatárs Kísérlet címmel, szóval még magyarul nem kapható, szerint tudomásom szerint, de hamarosan meg fog jelenni. Már csak nagyjából 130 oldal van belőle vissza, viszont nem akartam úgy lezárni ezt a videót, hogy ne beszéljek a könyvről, illetve hogy ne mondjam el végül azt, hogy mi is a véleményem erről a kötetről.
Azt kell, hogy mondjam, hogy továbbra is tartom magam ahhoz, amit már az előző két bejelentkezés alkalmával is elmondtam, hogy nekem ez a könyv sokkal jobban tetszik, mint a spanyol szerelmi átverés, tehát Elena Armas előző könyve. Pedig én azt is szerettem, de valahogy ennek a története, illetve a karakterek is sokkal-sokkal közelebb állnak hozzám, és sokkal jobban esik olvasni ezt a könyvet, mint amennyire szerettem olvasni a spanyol szerelmi átverést. Ahhoz képest, hogy hol jártam akkor, amikor az előző alkalommal bejelentkeztem, szerintem egész sokat haladtam már, mint ahogy mondtam, már csak 130 oldal van nagyjából vissza a könyvből, egy kicsit talán több, mint 130 oldal. Szóval már a kétharmadát elolvastam a regénynek, és szerintem talán az egyharmadánál járhattam akkor, amikor legutóbb bejelentkeztem. Ugye az egész sztorinak a koncepciója az az, hogy van nekünk Rózi, aki Linának a legjobb barátnője a spanyol szerelmi átverésből. Rózi amúgy abban a könyvben is megjelent, és mivel történt egy kis probléma a lakásával, konkrétan félig leszakadt a mennyezet a lakásában, ezért Linának a lakásába kell költöznie ideiglenesen. De erről már beszéltem. És ugye most itt lakik együtt Lukásszal, aki Linának az unokatestvére, akiről csak szó esett az első részben, vagyis hát nem első részben, mert ez nem a folytatása teljes mértékben, de összekapcsolódik a két kötet, tehát a spanyol szerelmi átverés, illetve ez. Szóval Lukász megemlítésre került abban a könyvben, de nem jelent meg, mint karakter. Szóval együtt élnek, és hát nyilván minél több időt töltenek egymással, annál többet megosztanak egymással az életükről, a problémáikról, az éppen aktuális problémáikról. Így egyik alkalommal Rózi elpanaszolja Lukásznak, hogy ugye a második könyvét írja éppen Rózi, viszont hát nem igazán van ihlete, és van még 8 hete leadnia a kéziratot, de úgy nagyjából semmit sem írt még eddig. Ugyanezt elpanaszolja Linának is, és Lina azt a tanácsot adja neki, hogy kezdjen el ismét randizni, mert hogy Rózi már jó ideje nem randizott senkivel sem, illetve párkapcsolata sem volt, szóval azt tanácsolja neki Lina, hogy töltsön le egy randi appot, akár a Tindert, akár bármi mást, és próbáljon a saját randiaiból ihletet szerezni. Viszont Rózi egyáltalán nem szereti az internetes ismerkedést, meg úgy egyáltalán elég sok rossz élménye volt a múltban, szóval félve vág bele ebbe az egész randizós dologba. Ezt a beszélgetését, ezt a telefonbeszélgetését Lukász végighallgatja, és felajánlja Rózinak, hogy kísérletezzenek együtt. Tehát, hogy Lukász felajánlja, hogy elviszi őt 4 ilyen, hát, kísérleti randira, amivel elérnék azt, hogy Rózinak visszajöjjön az ihlete, és el tudja kezdeni írni a második könyvét. Itt szeretném megemlíteni, hogy láttam egy kis, hát szerintem hibát moly.hu-n, ugyanis moly.hu-n szerepel ezen a könyvön az állkapcsolat címke, és ebben a könyvben nincsen szó állkapcsolatról, szóval ha valaki ezt a fake dating, állkapcsolat dolgot keresi, ne keresse ebben a könyvben, mert ebben nem arról van szó. Általában, amikor erről a fake dating vagy állkapcsolatról van szó, akkor az egész úgy néz ki, hogy a pár előadja, vagy úgy csinál, mintha randiznának, és azt hazudják mindenkinek, hogy ők együtt vannak, azért, hogy ők ebből valamilyen hasznot húzzanak saját maguk számára, és aztán végül jönnek rá, hogy valójában ez alatt az állkapcsolati idő alatt ők egymásba szerettek. Viszont itt nem erről van szó. Ők nem mondják azt senkinek sem, és nem hazudják sem maguknak, sem másoknak azt, hogy ők kapcsolatban lennének, hanem egyszerűen tényleg kísérleteznek. Tehát, hogy az egésznek, amikor ők randira mennek, randira, mert hogy experimental date-nek hívják, tehát ilyen kísérleti randevúnak lényegében, az egésznek úgynevezett, azt mondják, hogy ennek az egésznek ilyen kutatási célja van, tehát
azért csinálják ezt, hogy Rózinak legyen ihlete, hogy legyen miből ötletet merítenie a könyvének a megírásához. De nem állkapcsolat van kettejük között, ők a semmiből, tehát az ismeretlenségből válnak barátokká, barátként Lukász elviszi Rózit ilyen kísérleti randevúkra, és aztán egymásba szeretnek, illetve ez idő alatt a barátság átfordul szerelemmé, de nem állkapcsolatról van szó, és szerintem nagy hiba, hogy ezen rajta van az állkapcsolat címke, mert tudom, hogy az állkapcsolat tróp vagy kategóriába sorolandó könyveket nagyon-nagyon sokan szeretik, és ha ezt el fogják olvasni azért, mert állkapcsolat, akkor hatalmas nagy csalódás fogja őket érni, mert ebben nem állkapcsolatról van szó, sőt szerintem inkább egy izgalmasabb dologról van ebben szó, mert egy kicsit megcsavarja ezzel, meg egy kicsit megfűszerezi ezzel a barátokból szerelmesek trópot, ha mondhatom így. Amúgy én nekem kevésbé szoktak tetszeni azok a könyvek, amik ez a Friends to Lovers barátokból szerelmesek kategóriába sorolandó szerelmi szálak vannak. Viszont én nekem ebben a szerelmi szál, meg ennek a kifejtése, meg megjelenése sokkal-sokkal-sokkal jobban tetszik, mint a spanyol szerelmi átverésben, amiben pont az van, amit én általában szeretni szoktam az ellenségekből szerelmesek, ugyanis én mindig azt érzem, hogy abba valahogy sokkal több tüzet tud beleadni a szerző, viszont hát ebben ez nagyon jól működik, mert mint hogy nem győzök nem mosolyogni a könyv olvasása során, és az az érzésem van ezzel a könyvvel, ami már nagyon rég nem volt velem romantikus könyv olvasása közben, hogy kis pillangók vannak a gyomromban, és nagyon szorítok Rózinak és Lukásznak, és valahogy hihetőnek tartom azt, ahogyan ők egymásra találnak. Igazából, ahogyan alakul a barátságuk, majdnem azzal együtt alakul a szerelmük is, szóval olyan hihető és olyan hétköznapi, de közben meg mégis különleges. Szóval nekem nagyon-nagyon tetszik ez a könyv, és nagyon-nagyon élvezem olvasni. Az pedig nem győzöm mondani, hogy mennyire tetszik az, hogy Lukásznak is vannak benne külön fejezetei, hogy az ő szemszögéből is láthatjuk a dolgokat, mert mind a kettejüknek, Rózinak és Lukásznak is vannak az életében olyan dolgok, amik egy picit így a magánéletükben, ami egy kicsit így megakasztja őket, amin dolgozniuk kell azért, hogy aztán a kapcsolatuk tényleg kiteljesedhessen. És szerintem sokkal jobban lehet éreztetni azt, hogyha valakinek valami történik az életében, mondjuk egy romantikus könyvben, hogyha az adott szereplő is kap egy saját szemszöget a könyvben. Mert hogy itt tényleg az mind a kettejük részéről ezt a kapcsolatot sokkal jobban át lehet érezni, illetve mind a kettejüknek a magánéletébe sokkal jobban bele lehet látni, mint hogyha csak így közvetve látnánk az életüket, meg a problémáikat bemutatva. Szóval én összességében nagyon meg vagyok elégedve ezzel a könyvvel, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Mondom, már csak 130 oldal van vissza, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége. Biztos vagyok benne, hogy lesz még egy ilyen utolsó bonyodalom, ami egy kicsit így próbára teszi a kapcsolatukat, illetve próbára teszi a két főszereplőt, de összességében nagyon-nagyon tetszik. És amúgy, akik esetleg az ilyen erotikusabb jelenetektől tartanak, hát eddig még csak egy olyan jelenet volt, ami egy kicsit, hát hogyan is mondjam, nem igazán mondanám erotikusnak, ahol egy kicsit túlfűtöttebb volt a hangulat, de eddig még nem történt benne annyira durva szex jelenet, vagy annyira leíró szex jelenet, ami esetleg azokat zavarhatná, akik nem szeretnek ilyen jellegű könyveket olvasni.
Viszont biztos vagyok benne, hogy fog következni legalább egy olyan jelenet, ami egy kicsit tüzesebb lesz, mert hát elkezdtem olvasni ezt a fejezetet, a következő fejezetet, a 21-et, és hát itt már mintha valami készülne kettejük között. Szóval, hát most megyek és olvasom tovább a könyvet, és ahogyan a végére értem, még egy utolsó bejelentkezést mindenféleképpen fogok tartani. Én most azt jósolom, hogy ez egy biztosan 5 csillagos könyv lesz, és a befejezéstől függően még akár tényleg kedvenc is lehet. Itt is vagyok a következő és egyben utolsó bejelentkezéssel ehhez a vloghoz, illetve a könyvhöz. Befejeztem Elena Armas The American Roommate Experiment című könyvét. Mire kimegy ez a videó, szerintem már megjelent magyar nyelven is a könyv, az Amerikai Szobatárs Kísérlet címmel. Én nagyon szerettem ezt a könyvet. Imádtam ezt a könyvet. Kedvenc lett, bevallom őszintén. Szerintem ez volt a legjobb romantikus könyv, amit az utóbbi fél évben olvastam. Őszintén nem emlékszem rá, hogy mikor volt az utolsó alkalom, amikor olyan romantikus könyvet olvastam, ami ennyire tetszett, aminek ennyire szimpatikusak voltak a karakterei, amiben ennyire tetszett a romantikus szerelmi szál, aminek ennyire jó humora volt, ami egyszerűen nagyszerű volt. Megmerem kockáztatni, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt volt, hogy utoljára olyan könyvet olvastam, vagy legalábbis valamikor tavaly tavasszal nyár elején, amikor tényleg annyira nagyon tetszett egy könyv, hogy nem találtam a szavakat, de az utóbbi fél évben biztos nem olvastam olyan jó romantikus könyvet, mint amilyen ez volt. Szóval, ha nem is aratott nálam feltétlenül nagy sikert Elena Armas a Spanyol Szerelmi Átverés című könyvében, amire 4,5 csillagot adtam, amit szintén szerettem, de annyira nem nyerte el az én tetszésemet, mint amit vártam volna tőle, akkor azt 100%-ban helyrehozta ezzel a könyvével, mert én nekem ez a nagybetűs, romantikus történet volt. Tudom, hogy elég megosztó vélemények vannak erről a könyvről, tudom, hogy nem mindenki szereti ezt a könyvet, tudom, hogy nagyon sokan azt mondták erről a könyvről, hogy kevésbé jó, mint a Spanyol Szerelmi Átverés, de én azt érzem, hogy ez egy sokkal-sokkal jobb és valóságosabb sztori, mint a Spanyol Szerelmi Átverés, mert csak amiatt is, hogy a karakterek miatt is, nagyon hétköznapinak éreztem a karaktereket. Nyilván volt az egész sztoriban, meg a karakterek jellemzésében is ez a tipikus, klisés, romantikus dolog, de valahogy mégis sokkal hétköznapibbnak és valóságosabbnak éreztem ezt az egész könyvet, alapsztoriával, karaktereivel és mindeneivel együtt, mint sok más romantikus könyvet. Úgyhogy emiatt is számomra ez egy kiemelkedően jó olvasás volt, és egy kiemelkedően jó romantikus könyv. Azt hiszem, hogy az utolsó bejelentkezésemet azzal zártam, vagy legalábbis olyan gondolatokkal is zártam, hogy erotikus részek még nem nagyon voltak, talán várhatóak, hát voltak benne erotikusabb jelenetek. Nem igazán tudom megítélni azt, hogy mi az, ami túl sok, és mi az, ami túl kevés, mert hogy engem ezek az erotikus töltetű dolgok nem különösebben zavarnak. Vannak olyan könyvek, amiknél azt érzem, hogy egy kicsit olyan furcsák, olyan zavarba ejtőek, de nem azért zavarba ejtőek, mert az erotika ejtene engem zavarba, hanem azért, mert ahogyan megfogalmazza a könyv a dolgokat, az zavarba ejtő, viszont ebben semmi ilyet nem éreztem. Nem vagyok benne biztos, hogy ez az olvasóknak a többségének sok lenne, ami ebben van, vagy pont elegendő, vagy kevés. Én meg voltam vele elégedve, ahogy mondtam, mindenféle szempontból. Volt egy rész a könyv végén, amire sok kritika érkezett, egy extra ilyen, hát nem is csavarnak mondanám, hanem inkább egy ilyen konfliktus, egy bonyodalom,
amit sokan túl soknak és feleslegesnek éreztek. Én erre is szeretnék reagálni, és nyilván nem azt szeretném ezzel mondani, hogy akinek ez felesleges volt, vagy soknak érezte, az nem helyes, vagy az rosszat mond, mert nyilván mindenkinek másmilyen véleménye van, megérzései vannak egy adott könyvvel kapcsolatban. De én nekem az egész történetet tekintve, és a karaktereinket tekintve erre az extra bonyodalomra szükség volt, és nem a romantikus szál miatt, nem feltétlenül a romantikus szál miatt, hanem azért, hogy a karaktereink, a szereplőink, a főszereplőink, Rosie és Lucas, helyre tudjanak a lelkükben, saját magukban tenni olyan dolgokat, amire szükség van ahhoz, hogy az ember egy kiegyensúlyozott kapcsolatba léphessen a másikkal. Mert hogy én mindig azt vallom, hogy hiába vagyunk szerelmesek, hiába szeretnek minket, hogyha legbelül nem vagyunk kiegyensúlyozottak, hogyha van valami, ami nyomja a lelkünket, amit helyre kell tennünk, akkor a legjobb kapcsolat sem fog úgy működni, ahogy kéne, és nem azt mondom, hogy akkor nem lesznek konfliktusok egy kapcsolatban, de hogy szerintem minden helyzetben az a legfontosabb, hogy mi saját magunkkal rendben legyünk, és mi saját magunkkal ki legyünk békülve. Viszont abban a helyzetben, amiben Rosie és Lucas volt, ez nem volt 100%-ban meg. Hiába voltak egymással megelégedve, úgy, ahogy voltak, és hiába fogadták el egymást úgy, ahogy, hogyha saját magukat nem tudták úgy elfogadni, amilyenek, az sohasem jó, és azon segíteni kell, és ez megtörtént az ő esetükben, és szerintem erre szükség volt, és ez nagyon jó volt, és szerintem ez egy nagyon jó példa is volt arra, hogy merjünk segítséget kérni, és hogy fogadjuk, hogy próbáljuk meg elfogadni magunkat úgy, ahogyan vagyunk, és ha ez nem sikerül, akkor tényleg akkor nyúljunk segítséghez, és akkor kérjünk segítséget, és merjünk segítséget kérni. Lehet, hogy egy kicsit sokat látok bele ebbe a könyvbe, főleg, hogy ez egy ilyen kis rózsaszín kötfelhős romantikus sztori, viszont én nekem nagyon tetszett a végén az a megoldás, ami volt. Én nekem kellett az a konfliktus a végére, hogy azt érezzem, hogy a főszereplőink nem csak egymást, hanem saját magukat is szeretik. Ami mindig fontos, bármilyen kapcsolatról is van szó, bármilyen helyzetről is van szó, az mindig fontos, hogy saját magunkat szeressük, saját magunkkal rendben legyünk, és saját magunkkal meg legyünk elégedve a lehető legjobban. Úgyhogy én nekem ez a könyv 100%-ban elnyerte a tetszésemet, imádtam, csak tényleg pozitív dolgokat tudok róla mondani. Csak ajánlani tudom, hogyha szeretitek az olyan könyveket, amik erre a barátokból szerelmesek trópra építenek, hogyha szeretitek azokat a könyveket, amiben valóságosnak érezhető szereplők vannak, akikről el tudjátok képzelni, hogy találkozhatnátok velük az utcán is akár, még akkor is, hogyha egy kicsit vannak hihetetlenebb részeik az életükben, bárkivel megesett ez ilyen, szerintem. Ha szeretnétek egy olyan romantikus történetet olvasni, amiben elhiszitek és érzitek a könyv olvasása során azt, hogy a két főszereplő valóban vonzódik egymáshoz, valóban megvan a kapcsolat kettejük között, a kémia kettejük között, akkor ez a könyv, ez csak is jó választás lehet számotokra. Legalábbis bízom benne, hogyha mégsem szerettétek az ajánlásom után, akkor légy szíves, ne küldjetek rám mindenféle átkokat. Én nagyon szerettem ezt a könyvet. Azt nem tudom, hogy említettem-e, de a nagy részét hazafele a repülőúton olvastam el, ugyanis mielőtt felszállt volna velünk Lisszabonból a gép, még 2 órát álltunk ott a
Tehát ültünk a gépen igazából, és vártunk arra, hogy felszállassunk, sőt, talán több mint 2 órát, úgyhogy elég sokat tudtam ebből a könyvből olvasni az idő alatt, illetve azt hiszem, hogy eléggé fel is bosszantottam pár utastársamat, mert annyira vicces volt helyenként ez a könyv, annyira humoros, hogy én sokszor hangosan nevettem, amit szerintem abban a helyzetben, amikor mindenki ideges, mindenki arra vár, hogy végre induljon már el a gép, akkor annyira nem tudták értékelni az én szórakozásomat. De ez egy olyan alkalom volt, amikor ismét rájöttem arra, hogy utazni, meg úgy egyáltalán élni könyvvel érdemes, de hogyha utaztok valahová, vagy tudjátok, hogy várakoznotok kell valahol, akkor mindenféleképpen legyen nálatok egy könyv, mert nagyon jól tudja oldani a stresszt az, amikor veletek van egy jó olvasmány, amit élveztek, ami kikapcsol benneteket, ami szórakoztat, és nem azzal foglalkoztok, hogy miért nem indult már el a repülőgép, miért nem szálltunk még fel. Ez csak egy ilyen kis kitérő. Amúgy, amit még megemlítettem, szerintem az előző bejelentkezésemkor az, hogy szerepelt moly.hu-n ezen a könyvön az Állkapcsolat címke, amit továbbra is helytelennek tartok, és képzeljétek el, sikerült megoldást találnom arra, hogy hogyan kell egy címkét eltávolítatni. Szóval, ha tényleg minden igaz, már nincsen rajta a címke, az Állkapcsolat címke ezen a könyvön, ugyanis tényleg ebben semmi szó sincsen állkapcsolatról, itt kísérleti randizásról van szó, de állkapcsolatról semmiféleképpen sem. Szóval összességében én elégedett vagyok, azt gondolom, hogy sikeres volt az utazásunk is, több szempontból is jó élmény volt, biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk még térni Lisszabonba, abban is biztos vagyok, hogy még Portugáliába, úgy összességében több helyre is el szeretnénk majd látogatni, úgyhogy remélem, hogy erre még lesz majd lehetőségünk. Abban is biztos vagyok, hogy Elena Armestól még fogok olvasni, mert engem ezzel meggyőzött. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek. Remélem, hogy az utazós része sem teljesen kiábrándító. Igyekeztem a lehető legjobban megcsinálni, nem igazán, sőt egyáltalán nincsen ebben még gyakorlatom, és nem is tudom, hogy valaha lesz-e, mert azért ilyen utazás alatt videót készíteni nem igazán könnyű, nem nagyon tud az ember arra koncentrálni sok esetben, hogy 100%-ban átadja magát az utazásnak, hanem arra, hogy ezt levideózhattam volna, itt mit vegyek fel, itt mit mondjak, szóval remélem, hogy annak ellenére, hogy néhol akadtak nehézségeim, azért élvezhető a videó és tetszett nektek. Remélem, hogy a könyvajánlós része is tetszett. Ahogyan mondtam, én csak ajánlani tudom nektek Elena Armas könyvét. És hát még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Találkozunk a következőben, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!